Sziasztok! Mint már ígértem, előző leckémben folytatjuk ezt a képet. Mégpedig Len, most azt hiszem, hogy az írásra fogunk foglalkozni, mégpedig Len, ide fogunk írni valamit. Ugye elkészült ez a képünk, behozzuk a képszerkesztőbe, és ide fogunk írni valamit. Megyünk az írásra, T betűre. Hát úgy gondoltam, hogy halvány rózsaszínűvel írunk. Itt a felirat, az első rublika, a felirat. Itt be lehet állítani a betűtípusokat, például én a Georgiát nagyon szeretem. Georgia, nagyon szeretem ezt a betűtípust, vagy akármelyiket, nem tudom. Ez is egy nagyon szép, mindegy. Beállítottuk, akkor a méretet beállítjuk. A méretet lehet nagyobbra, kisebbre venni. Nézzét akkor a betű összehúzódik. Félkövérbe, dőlbe lehet. Ha kivesszük a pipát, akkor már egyenes. Ha betesszük, akkor dőlt. Lehet áthúzott is, és aláhúzott. Aláhúzott, akkor mindig oda tesszük a pipát, ahova. Engedni. Most félkövér és dőlt betűt szerkesztünk. A szín az általában sötétebb színnel dolgoz, attól függ, hogy milyen. Például most megnézem, nálunk sötét az alap, akkor világossal dolgozunk, mégpedig. Mondjuk jó lesz ez a rózsaszín talán. És akkor ugye itt bejelöljük mindig, ahogy szeretném, mondjuk itt középre szoktam, a dőlésszög. A dőlésszöget is lehet változtatni, ha egyeneset szeretnénk, akkor a nullán van. Hogyha elmegyünk a mínusz fele, akkor szerintem mínusz fele, ugye megmutatom nektek, vicca, nem, ráírom az, hogy szép napot, szép napot, igen, és akkor itt a betű méretet egy kicsit megváltoztatom, mert nem a legnagyobb, ja nem, nem tudom, 24-eset szoktam, és akkor oké, és majd meg fogom nektek mutatni, most a mínuszba mentem el, látjátok, akkor erre dől, tehát visszamegyek, itt a visszagomb, ezzel megyek vissza, a betűvel, megint melyik? Megyek a betűre, most mínuszba mentem el, akkor balra dől. Hogyha pluszba megyek, jobbra dől. Nézzétek csak, mutatom. Tehát megyek ide, látjátok ezt a dőlést? Visszamegyek, és most egyeneset szeretnék. Akkor pedig a nullára viszem. Tehát balra a mínusz, ha pluszra teszem, akkor pedig jobbra dől. Most egyeneset szeretnék, élsimítás. És akkor ezt le is lehetne okézni. És akkor van egy szép napot nevezető, ez egy igen kicsi lett. Látjátok, ez nem szép, ez nem tetszik, visszamegyek. És akkor megnövelem a betű nagyságát, mondjuk 35-re, vagy igen, 35-re. Oké. Talán már ez így jó is lesz. De nem csak így lehet, hanem megint visszamegyek, mutatok egy másik módszert, ezzel visszamegyek, hogy eltűnjön a betű. Itt már megvolt ugye az, hogy szép napot, itt meg is van. Be van állítva minden, amit az előbb állítottunk. Megyek a hatásokra, hatások. Itt a hatásoknál több minden történhet, mégpedig. Az átlátszatlanság általában 100%-ot szoktam. Az elhelyezés ez most nulla. És itt az árnyék a lényeges, adhatunk neki árnyékot. Ha bepipáljuk az árnyékot,
Most például ennek nem fekete árnyékot adunk, mert nem fog látszani. Én csak ezt nem a szépség miatt, hanem azért, hogy látszon az árnyék, adunk neki valami más árnyékot, hogy lássátok meg, hogy milyen is az árnyék. Tehát ez most rózsaszín ez az írásunk, akkor adok neki mondjuk egy fehér árnyékot, és a kihúzás, kitöltés, hát annak is jó lenne valami olyan árnyék, egy olyan árnyék, ami látszik, és nem tudom, a piros látszik-e, meglátjuk. Itt is többféle megoldás van. Leokézom, és nézzétek csak, milyen szépet kaptam. Szépet. Tehát itt, hogyha nézzük, rákattolok, akkor a kihúzás piros, az árnyék fehér. Tessék. Visszamegyek, mert még van lehetőség. Most itt ugye az előzőnél beállítottuk ezeket a dolgokat, beállítottuk a színt. Na most nem csak színnel lehet dolgozni, hanem a hatásokban. Ugye a hatásokban, azt nem mondtam nektek az előbb, de majd ezt elmondom most. Nem csak a színt lehet kiválasztani, például a betű színének nem csak egy színt lehet kiválasztani, hanem egy kitöltő mintázat. Akkor ide betesszük a pipát, és akkor megint ugye betesszük a pipát, és előjön a könyvecske. Vagyis ez a könyvecske itt. Előjön, és akkor kiválasztunk egy mintát, mondjuk, hogy mi erre szeretnénk. Hát ez valami világos lenne, ez jó lesz nekünk, és megnyitás. És akkor szintén lehet az árnyék mondjuk fehér, a kihúzás piros, és itt az eltérések, hogyha mínusz 2-re megyünk, vagy mínusz 3-ra az X eltérés és az Y, itt olyan nagyon szép dolgokat lehet kihozni. Majd meglátjátok, mindjárt leokézom, és nézzétek meg, milyen szép lett, milyen gyönyörű lett. Ez nem mindennapi írás, ez egy nem mindennapi kép, vagyis egy írás végül is. Visszamegyek, és még egyet mutatok nektek a hatásoknál. Tehát a kitöltő mintázat. A kitöltő mintázat lehet mondjuk 7-es, itt is adunk neki egy 7-eset, meg a sugár is egy 7-es, és akkor meglátjuk, hogy mi történik, sehol nem változtatunk, meglátjuk, hogy mi történik, ez történt. Tehát így nem lett olyan szép. Nektek kell kiválasztani, úgyhogy ha húzkodjátok ezt a csúszkát, akkor hogyan lesz szebb? Nektek kell kiválasztani. Például, hogyha én ezt mínuszba teszem, mondjuk mínusz 2-be, akkor sokkal szebb lesz. Nézzétek csak most. A sugarat is le kell venni. Sugarat, hatások, mondjuk 3-ra. Oké. Így már szebb lett, de annyira mégsem szép. Még egyszer visszamegyünk, körülnézünk, hogy mit rontottunk el, vagy mi nem jó benne. Mondjuk ez 3. 2. Ez is 3. És akkor oké. Most ez a legszebb itt. Tehát ez a legszebb beállításom. Még egyszer megmutatom nektek ezt a beállítást. Tehát mínusz 2, 3 és 3. Így állítsátok be betűt, és ez a legszebb állítás. Tehát ez mintázattal történt. Hogyha nem akarjátok a mintázatot, csak a színt, akkor innen kiveszitek a pipát. Mert van olyan is, hogy bent marad itt véletlen a pipa. Mész a feliratra, ugye a következő képednél, most bent van a pipa, ugye? Mész a következő képednél, például azt szeretném írni, hogy vicuska.
mondjuk picuska, és akkor kijelölök egy színt, mondjuk a bordót, vagy nem is a bordót, a rózsaszínt. És akkor mondjuk ezt szeretném, és leokézom. Mit ad Isten? Ugyanazt csinálta, amit az előbb. Tehát az azt jelenti, hogyha még egyszer megnézzük, tehát ha ezt szerettem volna, és mégsem az lett, mert nem mentem vissza a hatásokba, és itt a pipa, a kitöltő mintázatban van a pipa. Tehát, hogyha színt szeretnél, akkor okvetlen vedd ki a pipát. És akkor oké. Itt lesz a következő viccuskánk, ugye? Mindegyik szép, nem azért mondom, hogy nem, de többféleképpen lehet így dolgozni. És akkor esetleg még mondjuk kívánok. Mert most már akkor legyen ebből egy szép kép. Megyek a hatásokra, és akkor nem tudom a vicuska milyen. Legyen a kitöltő mintázat, és akkor oké. És akkor szép napot kívánok. És akkor mondjuk vicuska. Így fokozatosan szépen berakom. Általában a nevet azt nem írjuk ilyen nagyba máskor, vagy máshol. A képünkön, például, hogyha megjelölni akarjuk a képet, hogy ez az én képem, akkor ide alulról szoktam tenni, de nem írjuk ilyen, tehát nem írunk ilyen nagy nevet, vagy ilyen, igen, egy nagy viccuskát nem írunk, hanem kisebbet, mert hogy ne legyen nagyon hivalkodó. Én szerintem, és akkor utána lerétegezzük, én szerintem az írásról mindent elmondtam. Igen, a hatásokról, a betűbeállításokról szerintem mindent elmondtam. És akkor most ezt a képet szerintem be is keretezhetjük, de azt majd egy másik leckében fogom nektek megmutatni. Remélem tudtam segíteni, további szép napot és további jó munkát kívánok nektek. Ehhez a leckéhez. És akkor remélem, hogy fogjátok hozni a leckéteket, akik most kezdenek szerkeszteni. Sziasztok!